az apám a kegyelmes úr inasa volt, méghozzá úgy, hogy minden nap bent tartózkodott nála a kastélyba, és hát amire szüksége volt, vagy valami, mindent intézett. És ha ment a képviselőházi ülésre Budapestre, oda is mindig vitte magával, és olyankor kellett az apámnak fölvenni a Libériáját, ami egy ilyen nagyon szép, kék, hímzéses olyan kabát volt, amin ilyen nagy kerek ezüst gombok voltak. Az apám az mindig bent volt a kastélyban nála, hát nyilván, mert volt feladata. Meg anyám is, őt meg szobalánynak állították be, mert ahogy bemegyünk a kastélyba középen a nagyházba, bal oldalon a folyosón ott voltak a francia tanárnő, a német tanárnő, meg ezek, akik a grófi csemetéket tanították. Azoknak a lakosztályát, meg mindent kellett rendbe tartani. Anyám és még négy ilyen asszony, illetve a keresztanyám, az még akkor lány volt, ők tartották rendbe azt a részt. Én a kegyelmes úrral ritkán találkoztam. Az az igazság, hogy karácsonykor az ebédlőbe mindig föl volt állítva egy hatalmas karácsonyfa a talptól egészen mennyezetig, és az alatt a fa alatt az ottani föntiek minden családnak volt egy csomag elkészítve. És hogy mennyire jól gondolkodtak ők, hogy mindig hasznos dolgokat, tehát tudták, hogy hányas cipő kell a gyereknek, meg milyen ruha, meg minden, és az volt bekészítve a csomagba, mellette narancs, mert az akkor még szintén kuriózum volt. Olyankor láttam én, amikor oda bementünk és átvettük az ajándékokat, mert a Margit nénivel sokkal többször találkoztam kint a külső területeken is, meg minden, és a kegyelmes urat még akkor láttam, főleg amikor jöttek ide vadászni, mert ez a kőhányási, kozmai rész, ez egy nagyon jó, most is az egyik legjobb vadászterület. Oda jártak ők, és azt mondtam, hogy van egy olyan képem, ahol a vadászatról ilyen írhabundába vonulnak befele a Hortival a kegyelmes úr. Ezt az Eszterházi Móriczot, ezt mindenki, rosszat nem hallottam róla soha, ezt mindenki tisztelte, szerette, mert egy végtelen rendes ember volt. Az apám az olyan volt, hogy amit a gróf mondott, mindent megcsinált, meg minden, azért is szerette a Móricz bácsi az apámat, és apám egyébként úgy került ide, hogy ő Bicskén lakatos szakmát szerzett. És ide került Majkra, mert ott a torony alatt volt a gépház. Egy gőzgép, amelyik egy nagy akkumulátor telepet látott el, és ebből a telepből 110 voltos árammal látták el a kastély, meg a kastélyhoz tartozó részeket, de kint a lakásokban nem volt áram. Ott mindig petróleum lámpával tüzeltünk. Még most is megvan nekem az a petróleum lámpa, amit akkor használtunk. Fent a toronyban meg víztartály volt, ugye? Tehát a toronyban víztartály volt. Hát én naponta volt, úgyhogy 5-6-szor vagy többször is fölmentem a toronyba, felszaladtam, mert onnan jól messzire el lehetett látni. Takács bácsinak hívták azt a gépészt, aki ezt a gőzgépet üzemeltette. Az mellé került oda az apám. Ezt is a Móricz bácsi csinálta, hogy ugye tudta, hogy ő lakatos, meg apám elég ügyeskezű volt, ilyen univerzális zárat meg tudott javítani, meg kerékpárt, meg mit tudom én. Ő intézte el, hogy apámat ide tette a Takács bácsi mellé. És ott volt egy darabig mellette, vele dolgozott, és aztán látta, hogy a fater szorgalmas, és mindent megcsinál, akkor kiemelte onnan, és akkor vitte el magához inasnak. A fater nagyon ügyelt
arra, hogy semmi olyat ne csináljon, ami esetleg probléma lehet. Többek között, amikor ilyen nagy vadászatok voltak, mint amikor a Horthy is itt volt, meg több más ilyen képviselő társat meghívott, mert akkor volt 14-15 szarvas a terítéken, amit a vadászatkor lelőtek, és utána nagy vadászvacsora, és az apámnak tudni kellett, hogy kinek milyen bort kell felszolgálni. Az apámnak minden évben egyszer ősszel el kellett menni ászárra, a pincészetbe bort leltározni. Tehát ilyen feladatokat is rábízott a kegyelmes úr. Ezt a grófi utat, ami most nem arra ki a bánya fele, hanem erre lefele kanyarodva megy át a patakon le Csákvári útra, az egy ilyen nagyon finom makadám út volt, hát azon jártak ők, mert ők Csákvárral elég szoros kapcsolatban voltak, sőt nyáron, amikor itt a kastélyt rendbe rakták, meg nagy takarítás volt, meg minden, akkor ők mindig Csákváron voltak az alatt, az idő alatt. Apám is ott volt velük. Amikor ez mellett, az út mellett ilyen fiatal, elültetett jegenyefák voltak, és a Margit néni az kiment, és ő nyesegette szépen, alakította a fákat, és akkor szervezett be bennünket a Mónika, mert volt ilyen négy kerekű kis, szépen meg elkészített kis kocsi, arra ráraktuk azokat a ágakat, és onnan be kellett húzni. Tehát ilyen munkákat meg, hát amúgy a Mónika volt nálam valamivel idősebb, és ő volt közelebb hozzánk, meg a húgomat is, ugye ő is tápolta lány létére. De velünk is rendszeresen elmentünk ki az erdőbe, kunyhót építettünk. Tehát nem volt itt különbség, hogy személyzet és a gróf gyerekei nem tettek különbséget? Nem. Nem volt, sőt, a Festetics családnak a három hölgy tagja, hát azok már idősebbek voltak nálunk, meg talán a Mónánál is idősebbek, azok itt voltak, azoktól se tiltottak el bennünket, szóval találkoztunk velük, beszélgettünk, meg minden. A Móna az annyira fiús, vagány, olyan természetű volt, hogy tényleg jó haver volt. Az eljött velünk az erdőbe kunyhót építeni, ugyanúgy mászott fel a fára, mint mi, nem számított neki semmi. Egyszer kaptam tőle egy nagyon szép bicskát, ilyen zsinórom, vagy mind a zsebembe tartottam, és lelki fájdalmam volt, amikor elvesztettem. A Mónika az közvetlen volt, mert például volt akkor is olyan, hogy ilyen hatalmas esőzés, ott fönt mindenütt állt a víz, meg rengeteg ilyen nagy giliszta jött ki a földből. Akkor láttam azt, hogy a Mónika fogta a gilisztát, így végighúzta, kihúzta belőle a földet, aztán bekapta és megette. Menyus meg a Marcel, tehát a középső meg a legfiatalabb gróf fiú, azok már idősebbek voltak, meg hát ők is. Azt hiszem kadétiskola, meg nem tudom mi volt utána. Őket se sűrűn lehetett látni itt. A Mátyás, a legidősebb, az meg gyakran lejött Csákvárra, mert ott fotballozott is. Arra is emlékszem, hogy lementünk Csákvárra négyen, aztán együtt fociztunk is ott. Még akkor ittam meg életemben először 9 kávét rummal. Vagy 9 rumot kávéval. Rumos kávét, igen. Ővel együtt, mert ő is megitta. Ez a tó rendesen szép, tiszta volt, meg minden, mert itt a grófék rendszeresen etették a halakat, csillagfürtel.
lent ott volt az a sor az országút mellett, az úgy nevezték, hogy cselédsor, mert azok a grófi alkalmazottak, akik nem ilyen közvetlen, mint az én szüleim meg a föntiek, hanem akik az állatokkal foglalkoztak ott lent, meg minden, azoknak volt az egyik ilyen, a Matus Sanyi is, az egyik ilyen gazdatiszt volt, vagy mi volt. És akkor, ahol a fényképész, amit megvett, ott a horvát gazda lakott, az is annak a csapatnak a főnöke volt, akik ottan lent dolgoztak, mert ott voltak tehenek, meg mindenféle állatok. Itt nem lehetett sehol gazt találni olyan helyen, ahova nem való a gaz. Az utak rendben voltak tartva, az erdő is, minden. Szóval nagyon, nagyon jó volt. Az Irmus néni az rendkívül módon vigyázott a mi erkölcseinkre. Nem véletlen, hogy elemi népiskolába jártunk, amit a római katolikus elemi népiskolában. Ez az iskola, amikor bejöttek az oroszok, megszűnt. Mert hát nem volt tanítás, ugye? Nem. Az egyrészt azért, mert ott végig volt a sátrak, és ott volt a kórház, meg másrészt azért, mert egyszer visszanyomták innen az oroszokat a Kőhányasi hegyek közé, akkor magyarok jöttek be. Reggel, mikor fölkeltünk és kimentünk, ilyen fehér köpenyes jött, nem tudtuk, hogy milyen nemzetiségi vagy ki az. Aztán megszólalt magyarul. És akkor derült ki, hogy magyarok jöttek vissza. Német nálunk akkor nem igen volt, ezek az utcán voltak kint, akik még ebbe a vizébe tartoztak, ebbe a csapatba. Mi hozzánk akkor szállásolt be egy magyar GH-s alakulat. Elkezdtek ott főzni az utcán, gulyáságyúba. Egyszer szólt nekem ez a kartonekkel, azt mondja, hogy nem jössz ki, kivisszük a kaját a frontra. Mondom, dehogy nem, csak a fater meg ne tudja. Hát a fater nem tudta meg, mert a kastélyban volt. Én meg kimentem vele, kimentünk lovaskocsival, ilyen nagy badellákban volt a kaja elkészítve, és amikor kiértünk, akkor ő kifogta a lovakat, hogy ne tudjanak, de csak félik, hogy ne tudjanak elmenni, vagy elhúzni a kocsit. És azt mondja nekem, hogy most te menjél be a kocsi alá, és onnan ki ne gyere, mert jönnek az orosz repülők, és azok géppuskáznak meg. És akkor volt az, hogy amíg ők oda voltak, tényleg hallottam, jött a rata, ez a ruszki fa, fedeles, dupla fedelű faszárnyú repülőgép egészen közel a fák szintjéhez, ott jött és ott körözött. Nyilván kiszúrta ez a kocsit meg a lovakat, de engem nem, mert én meg a kocsi alatt lapítottam. De ha ezt megtudta volna a fater, hogy kimentem, akkor kaptam volna a következő adagot. Emlékszem, jöttünk hazafele az iskolából, mikor még bejártunk, és lehetett hallani, hogy jöttek a liberátorok, amikor azt is ott lelőtték. Jöttek a liberátorok, és azokat kísérő vadászok, meg a somlói hegyen voltak a boforcok, ezek a légvédelmi ágyuk. Lőtték a bombázót, és ezek a vadászok meg sturcoltak oda, meg mindenfele. Én emlékszem, hogy mi a Rozikában bebújtunk, ilyen kukoricaszár volt összekupacolva, oda befúrtuk magunkat, és ott, amíg ment ez a hajcihő, addig ott kupercoltunk. Szóval ilyen is volt. Amikor ugye fölgyújtották ezek az oroszok a kastélyt, és a nagy, hatalmas nagy könyvtár volt ott azon az oldalon fönt, fölgyújtották, kidobálták a rengeteg könyvet oda az udvarra. Engem meg
különösebben még a mesekönyvek érdekeltek, még minden, ezt nézegettem én, de hát olyan nem igen volt ott, és én nem is vittem el haza könyvet, de volt, aki akkor rendesen megpakolt aztán. Szóval voltak akkor olyanok, akik kihasználták azt az állapotot, hogy a gróféknak a területére bemerészkedjenek még minden. Mi meg az én ottani velem egykorú gyerekekkel együtt nem mertünk bemenni még ide a kertbe se, pedig nagyon sok jó gyümölcs termette errefele. Mikor elment innen, elvonult a front még Ausztria felé, akkor már itt ilyen hátországszerű műveleteket folytattak a ruszkik. Azoknak volt 7 darab ilyen igás lovuk, azok ott a toronnyal szemben a középső sornak a szélső szobájában voltak a lovak bezárva, de nekünk gyerekeknek, mindegyiknek megvolt a saját lovunk ott, és azt kellett minden nap este lehozni a tóra, itatni, úgy szőrén megülve a lovat. Hát ilyen volt. A Menyus az meghalt gyermekbénulásba, de a Marcel az még aktív volt akkor, amikor vonultak, jöttek vissza másodszor az oroszok, és nyomták arra császár kisbérfele el a magyarokat, és ő azok között volt. Ott tűnt el gyerek. És ott eltűnt valahol, igen. Én ezt a Mónikával is beszélgettem már, mikor itthon volt Ausztriából, és kérdeztem, de nem tudott sajnos. Aztán nem is feszegettem tovább. A Mónika volt, aki a háború után az erdészetnél dolgozott, mint fölterhelő, meg neki is volt egy lova, meg kocsia, még ő is hordott be ilyen tűzifát Kecskédre, az akkori állomásra, amelyik ott alul volt, ott megszűnt a pápai vonalon.